Tiszteltel köszöntöm kedves nézőinket, és köszöntöm újfent beszélgető partnerem, dr. Törme Gyulát, a Munkáspárt elnökét. Elnök úr, előző adásunkban megígértük a nézőknek, hogy addig, amíg az ukrán háború tart, addig sűrűbben jelentkezünk be, ugye a háborút tényeit taglalva. Most ehhez képest sajtóhírek szerint fokozódnak a harcok. Hétfőn egy olyan meg nem erősített jelentést látott napvilágot, amely arra utalnak, hogy vegyi fegyvereket használtak az ostromok Mariupol dél-ukrán kikötőváros. Ezzel szemben Petr Adjusenko, Mariupol polgármesternek tanácsadója azt írja, hogy vegyi fegyvertámadások még nem lettek igazolva, és várja, hogy későbbi részleteket, pontosításokat kapjon. Ön folyamatosan figyeli az itthoni és külföldi hírcsatornákat. Van erről valamiféle információja? Én mindenkinek azt tanácsolom, aki ezekben a napokban, hetekben figyeli a ukrajnai eseményeket, hogy mindig emlékezzen arra, hogy ez a háború mindenekelőtt információs háború. Ez a háború azért folyik a felek között, hogy egymás lakosságát, a közvéleményt meggyőzzék, elfogadtassanak olyan igazságokat, amely nekik jó. Különösen igaz ez a nyugati propagandára, és sajnos Magyarországra ez a nyugati propaganda jut el. Ugye nézzük meg a vegyi fegyverek tényét. Képzeljen el egy várost, akárcsak itt Budapestnek egy kis részén. Természetesen a háború folyik, de hát az emberek nincsenek kiszakítva a világból. Van internet, van okostelefon. Most el tudja képzelni azt, hogy egy városban, ahol vegyi fegyvert alkalmaznak, onnan senki nem telefonál az ismerősének, barátjának, hogy gyerekek, megfulladok a gáztól, vagy megmérgeznek engem. Tehát ezek hazugság. Persze a vegyi fegyver az egy ilyen fenyegető szó, és a nyugatnak ki kell valamit találni annak bizonyítására, hogy igenis fel kell fegyverezni az ukránokat, további 100 milliókat kell küldeni az ukrán fasisztáknak azért, hogy folytassák a háborút. Most a vegyi fegyver szótól mindenki megijed, megrettel, és persze két kézzel fognak szavazni, hogy na menjünk csak és folytassuk ezt a háborút. Tehát ne higgyük el, az oroszoknak semmilyen érdekük nincs ahhoz, hogy vegyi fegyvert alkalmazzanak. Egyébként a tények meghamisítására, sőt mondjuk az elhallgatására nagyon jó példa az, hogy az elmúlt napokban a dombaszi népi erők, tehát gyakorlatilag az orosz csapatok elérték és ellenőrzésük alá vették Mariupol város kikötőjét. Ez a hír körülbelül egy percig megjelent a magyar közösségi médián, és azóta néma csend, mint hogyha semmi nem lenne, pedig az egyik legjelentősebb tengeri kikötő orosz elfoglalásáról van szó. Tehát én azt tanácsom mindenkinek, mielőtt bármi következtetés van le, gondolkodjon és hallgasson a józan eszére. Tehát akkor vegyi fegyvereknek nyoma sincs, ez leszögezhető. Hát ugyanúgy nincs vegyi fegyvereknek nyoma, mint hogy annak idején, hát vissza lehet emlékezni, Koszovóban azért mentek be a NATO csapatok, az amerikaiak azért bombázták szét Jugoszláviát, mert azt mondták, hogy tömegsírokat látnak fölülről Koszovóban. Oda mentek, kiderült, hogy nincsenek. Irakban azért ment be a NATO, Amerika, Nagy-Britannia, mert azt mondták, hogy Saddam Husseinnek van tömegpusztító fegyvere. Oda mentek, kiderült, hogy nincs, nem volt, nem is akartak ilyet csinálni, de kellett egy ürügy a háborúnak a folytatására. Igen, hát Szíriába is elhozták a békét és a közegyütélést. Eközben Magyarországon Áder János köztársasági elnök, mint a honvédség főparancsnoka hétfőn hivatalában fogadta Ruszin Szendi Romulus, a magyar honvédség parancsnokát. A megbeszélés szólt az orosz-ukrán konfliktus miatt az ország keleti térségébe átcsoportosult erőkről is. Elsősorban a rendőri erőket támogatják, de közben felkészülünk a legrosszabbakra is, mondta a parancsnok. Kell nekünk félni a legrosszabbtól? Tehát idehaza van okunk félni? Hát én szívesen megkérdezném a magyar honvédség parancsnokát, hogy mégis mi a fenére gondol, amikor a legrosszabbról beszél. Legrosszabbnak feltételezem, hogy azt gondolja, hogyha Oroszország megtámadja Magyarországot, és az orosz csapatok eláramolják a magyar területeket. De hát kérdezem én, valaki orosz részről mondta valaha is,
hogy Ukrajnán tovább akarnak lépni, és netán arra akarnak küzdeni. Hát a háború az nem Munkács, Ungvár, nem Kárpátalja környékén folyik, hanem onnan sok száz kilométerre. Tehát a háború most már egyre inkább a keleti részeken Oroszország közvetlen határainál folyik. Tehát szó sincs arról, hogy orosz csapatokat küldenének Kárpátaljára, arról meg aztán végképpen nincs szó, hogy megtámadnák Európát. Tehát a Magyarországra jönnének orosz katonák, az egy nyílt háború lenne a NATO-val szemben, és nyilván, hogy ezt az orosz vezetés nem akarja, de nincsenek is ilyen tervei. Én nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a magyar kormányzat ilyen félreérthető magyarázatokkal próbálja a saját meglehetősen ellentmondásos terveit leplezni. Mert tessék csak megnézni, a kormány azt mondja, hogy nem szállítunk fegyvereket. Rendben van. De ugyanakkor a külügyminiszter beleegyezik abba, és nem csak a szavát adja, hanem Magyarország pénzt ad ahhoz a kerethez, amelyből az Európai Unió 500 millió euróért fegyvereket szállít Ukrajnának. Tehát ez a kétszíniségnek és a meggondolatlanságnak a példája, hogy a magyar kormányzat egyik oldalon azt mutatja, hogy mi nem szállítunk fegyvereket, valójában pedig pénzt adunk arra, hogy legyenek csak fegyverek. Nem mi visszük azt a fegyvert, de viszik mások. Ugye, ha veszély jelent Magyarországnak valami, akkor inkább a szlovákok jelentenek veszélyt, és a szlovákok a fegyvereket Munkácson keresztül viszik ki, hiszen ott van közös határ. Ha az oroszok véletlenül célba vennék Munkácsot, hogy megakadályozzák a fegyverszállítást, az már ugye nyilván érintené Magyarországot is. Magyar hadsereg fegyverkezik, most került ugye újabb információ ki, hogy német önjáró lövegeket vásárolunk. Kérdezem én, hogy mire készül Magyarország, milyen háborúra készülünk. Én azt gondolom, hogy az ilyen fenyegető kijelentésekkel azt az álláspontot próbálja Magyarország vezetése álcázni, elleplezni előttünk, ami tulajdonképpen a nyugat támogatását jelent. És Rákóczába vagyunk, mert hiába nem akar Orbán Viktor háborút, hogyha a NATO erre rá fogja kényszeríteni, akkor sajnos részeseivé válunk. És voltak éppen már most is részesei vagyunk ennek a háborúnak. Az, hogy mire készülünk, az abban lehet, hogy most a következő kérdésemben benne lesz a válasz, hiszen visszatérve a főparancsnok szavaira, tehát fontos célnak nevezte, hogy megnyugtassanak minden magyar embert, ha baj történne, számíthatnak a magyar katonákra. Tehát ugye először is, hogy milyen baj történhetne, tehát ugye az a kérdés, a másik pedig, hogy a mai magyar haderőt számba véve, lehet ez megnyugtató? Én nem tudom, hogy a magyar hadsereget ki ellen akarják bevetni, hogyha az egész magyar hadsereg azt a 21-néhány ezer katonát bevetnék, akkor se tudnák megállítani egy nagy háborúban résztvevő ellenfelet. Én inkább attól tartok, hogy ugye a magyar kormány lehetővé tette azt, hogy a Dunántúlra NATO csapatokat, köztük amerikai csapatokat hozzanak. Én könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy ha úgy hozzá, ez több amerikai, meg több NATO katona lesz itt Magyarországon, mint az egész magyar hadsereg együttvéve. És volt már ilyen, hát emlékezzünk vissza a történelmünkbe. Mi soha nem járunk jól, hogyha belekényszerülünk, belefutunk egy ilyen háborúba. A munkáspártnak ezért világos az álláspontja, hogy a háborúra nemet kell mondanunk, de nemet kell mondanunk a NATO-ra is. És nem egyezkedni, meg nem elleplezni, meg hamis állításokkal kellene az embereket etetni, hanem ki kellene a NATO-ból lépni. Ott kell hagyni. Ez világos, hogy ez a NATO háborúja, és a NATO pedig egy háborús szervezet. Magyarországnak semlegesnek kell lenni. Hát reméljük, hogy ez még sokáig így lesz. Elnök úr, köszönöm, mármint ami a semlegességet illeti. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseimre. Figyeljük tovább akkor az orosz-ukrán helyzetet, beszélgetünk még erről, kedves nézőinknek köszönöm a figyelmet, kövessenek bennünket továbbra is az interneten. Viszontlátásra!